több 10 millió forint értékű játékvonat és makettgyűjtemény, egy 50 méter hosszú terepasztal és 25-30 megszállottan gyermeklelkű felnőtt egyheti munkája. Ennek eredményét láthatták azok, akik hétvégén megnézték a 424-es klub vasútmodell kiállítását a Csikihegyek utcai iskolában. A klubnak nyugdíjas mozdonyvezető tagja is van, és mindenki nagyon szeret vonattal utazni, de azért az az igazi, amikor a miniatűr világ életre keltésén dolgozhatnak. A legnagyobb látványosság az az NS modul terepasztal, már több mint 50 méter hosszú, és a Märklin időutazás, ami az 1935-től napjainkig terjedő időszakot öleli föl. Ugye a Märklin a nagy vasútmodellező cég, 1891-ben ők készítették a legelső modellvasutat el. Akkor van egy digitális tétés terepasztalunk, ami teljesen számítógép vezérelt, és egyéni terepasztalok a legkisebb méretaránytól kezdve az Z-sig, ami egészen 6 mm-es nyomtávú, és abból is van egy több mint 15 méteres modul terepasztal. Mi kell ahhoz, hogy karban tudjon tartani egy ilyen elektronikai műszerész végzettség? Nem, én például zenész vagyok, meg alapképzettségen vegyész, és mégis ilyen finom mechanikai munkát végzek. Ez egy adottság kell, és nagyon nagy elhivatottság. Hogy az ember gyerek tudjon maradni, ez nagyon fontos. Mert az ember, a felnőtt emberek, ennek az a legnagyobb problémája, hogy elfelejtenek gyerek maradni, elfelejtik a gyerekkorukat, és ha ezt elfelejtik, akkor az összes számos napi probléma miatt aztán úgynevezett beszűkülnek, hogyha valaki ezeket nem felejti el, akkor egy ideig óráig ki tudja magát kapcsolni, amíg ezzel foglalkozik, és boldog ember tud lenni egy pár óráig.